Sziasztok! A mai az egy készülődős videó lesz, amiben kettős sminket is mutatok nektek. Az egyik az egy 5 perces gyors smink lesz, ami ideális sietős reggelekre. Tudjátok, amikor éppen csak arra van idő, hogy egy picit felturbozzátok magatokat indulás előtt. Ez a smink ideális például édesanyáknak, akiknek nincs ideje arra, hogy órákig bebecseljenek a sminkjükkel, de igazából bárkinek, aki nem szeretne vagy nem tud 5 percnél többet tölteni sminkeléssel. Ez a videó a The Body Shop-val együttműködve készült, és az ő YouTube csatornájukon találjátok ennek a videónak az előzményét, amiben egy rövid vasárnapesti lazító rituálét mutatok nektek, amivel egy picit rákészülhettek a sietős, húzós reggelekre. Érdemes megnézni azt a videót is, ugyanis egy szuper nyereményjátékot is találtok benne, úgyhogy annak a videónak a linkjét megtaláljátok majd a videó alatti leírásban. Ha pedig kíváncsiak vagytok rá, hogy hogyan készítem el ezt a két gyors sminket, akkor tartsatok velem! Készülődést mindig egy finom kávéval indítom, kell egy kis koffein, hogy felpörögjek. Miután megittem a kávémat, nekiállok a sminkemnek, pontosabban az arckrémmel indítok, természetesen így tavasszal már csak is olyan jöhet szóba, amiben fényvédő is van. A The Body Shop E-vitaminos fényvédős emulzió 30-as fényvédőt tartalmaz, nagyon könnyű kis krém, gyorsan beszívódik, jól hidratál, de nem zsírosítja a bőrömet, és nem mellesleg nagyon jól lehet rá sminkelni. Ezután nekiállok az 5 perces sminknek, amit gyakorlatilag bárki el tud készíteni, még ecsetek sem kellenek hozzá. Elsőként a The Body Shop E-vitaminos BB krémet viszem fel, ami szépen egységesíti a bőrömet, elfedi az apró hibákat, és úgy általában szebbnek, frissebbnek és üdébbnek tűnik a bőröm tőle. Ugorjunk a szemekre, a Lash Hero szempilla spirált használom, amit két rétegben viszek fel. Ez a spirál szépen dúsítja és kiemeli a pillákat, anélkül, hogy összetapasztaná őket. Ezután jött a Lip and Cheek Stain a Dusty Rose árnyalatban, ami egy két funkciós smink, hiszen pirosítóként is lehet használni, valamint az ajkakon is. Először szépen felütögetem az arcomra, majd az ajkaimra is felkenem. Nagyon természetes és visszafogott hatás lehet vele elérni, kellemes színt ad, úgyhogy én nagyon szeretem, ráadásul nemrég hallottam, hogy Emma Watsonnak is ez az egyik kedvenc sminkterméke, ami szerintem tök menő. És ezzel el is készült ez a teljesen natur 5 perces smink, amit én még akkor is fel szoktam dobni, ha nem megyek sehova, mivel sokkal összeszedettebbnek és frissebbnek tűnök benne, és így legalább nem egy nyúzott arc néz vissza a tükörből. Most pedig ezt a sminket fogom átalakítani egy picit, ha van még 5 perced, akkor érdemes időt szánni rá. Először a The Body Shop Down to Earth palettából használom ezt a szép, fényes, barackos árnyalatot, amit az ujjammal feltapogatok a szemhéjamra, hogy egy picit kiemeljem a tekintetemet. Utána egy pufi satírozó ecsettel és ezzel a sötét barna színnel finoman mélyítem a sminkemet. Először felviszem a mélyítővonalamba, valamint a szem külső részére a szemhéjon és az alsó pillák tövénél is. Majd fogok egy pici ecsetet, és a szemhéjon használt fényes barackos színből viszek fel a belső szemzugba, valamint az alsó szempillasor belső és középső részére, és összesatírozom a sötétebb színnel. Jöhet egy kis highlighter, a Shimmer Base palettát fogom használni, a legalsó világos színt felviszem az arcsontomra, de lehet egyébként úgy is használni, hogy mind az 5 színt összekeveritek. Végül az ajkaimra felviszem a Matte Lip Liquid Matte Ajakrémet a Nairobi Camellia árnyalatban. Ezzel elkészült a második smink, ami szintén nagyon egyszerű és visszafogott, de azért mégis egy picit extra, mint az első. Indulás előtt még bedobom a táskámba a kedvenc kókuszillatú kézfertőtlenítőmet, a kendermagolajos ajakápolót és az E-vitaminos arcpermetet, ami jól jön majd, ha napközben szeretnék egy picit felfrissülni. Ennyi lett volna ez a mai videó, remélem, hogy tetszett nektek. Ha igen, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha még nem tettétek meg. És ha van kedvetek, akkor osszátok meg velem kommentben, hogy nálatok miből áll egy gyors 5 perces smink. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!